No, hát sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát aki követi a blogot, meg az open szoftverek és közösségek világát, az láthat egyfajta elmozdulást az úgynevezett Fediverzum vagy distributed hálózatok irányába. Ugye ezek alapvetően azt jelentik, vagy egy olyan megközelítést próbálnak alkalmazni, ahol teljesen kihagyják a nagy szervereket, céges szolgáltatásokat, és úgymond peer-to-peer, tehát közvetlen gép-gép kapcsolattal hozzák létre azt, amit igazából egy nagy szolgáltatásnak látunk mi. Ilyen jó példa például a Mastodon, ugye ezt többen emlegetik Facebook vagy Twitter alkalmazása alternatívaként. Ugye nem arról van szó, hogy van egy nagy céges szolgáltatás és egy nagy céges fűrt hálózat, és akkor ott fut mindenféle szoftver, meg kód, meg mindenféle elemzés rólunk, hanem vannak kisebb szerverek, amiket mondjuk instance-nak vagy nodoknak hívunk, és ezek egymással osszák meg az adatokat, egymással állnak kapcsolatba. Ezek az úgynevezett self-hosted megoldások, ilyen például a Friendica, a PeerTube például, amit sokan ingyenes YouTube-ként emlegetnek, tehát lehet ugye mondjuk saját YouTube-od otthon, hogyha úgy tetszik, vagy még volt egy nagyon jó szoftver, amit gyorsan akartam mondani ilyen self-hosted megoldásnál, ami például az Owncast egy nagyon jó példa, hogyha valaki nem tudja mi az, erről is csináltam egy videót, vagy a Mumble Murmur szerver kliens megoldás szintén erről is, vagy a Humhubról is csináltam ugye egy videót, tehát ezeket is érdemes megnézegetni, hogy milyenek. Na most itt minden esetben van egy kis szerver, amit úgy nevezünk, hogy self-hosted, tehát te otthon üzemelteted, feltelepíted ezt a kis gépet, és akkor ez összeköttetésben áll más gépekkel. Ez az egyik megközelítés. A másik, amit én jobban szeretek, az úgynevezett peer-to-peer, vagy barát-to-barátnak is szokták, ugye friend-to-friendnek hívják még angolul sok helyen. A lényege, hogy a gépeden elindítasz egy alkalmazást, kapsz egy ID-t, megadod a barátodnak, és ketten cseteltek. Vagy szöveges cset, audio cset, videokamerával, ezek baromi jó dolgok, és egy harmadik fél teljesen kimarad ebből az egészből, olyan szinten, hogy ezek ugye végponttól végpontig vannak titkosítva. Hát ez baromi jó, egyre több ilyen alkalmazás van, nagyon sok alkalmazás még inkább gyerekcipőben jár, de már vannak nagyon ígéretes szoftverek. Na most én szeretnék egy olyan alkalmazást megosztani veletek, ami szerintem szintén egy baromi jó dolog. Ezt pedig úgy hívják, hogy RetroShare. Rögtön a weboldaluk így jön be, retroshare.cc ez a weboldal, itt van egy nagy download gomb, verzió, és hát látjuk, hogy van wiki, dokumentáció, letöltés, blog és support. Ha lejjebb megyünk, akkor már egy képet is kapunk, ugye írja, hogy barátok, család, hát mire másra használnánk egy ilyen peer-to-peer vagy distributed szoftvert. Ugye egyre gyakrabban a Fediverzum szót szoktuk használni, úgyhogy ha beírjuk a Google keresőbe angolul, ugye Fediverse, akkor ugye kapunk egy ilyen Fediverse Party, Fediverse Wikipedia, Fediverse Theo, és ugye itt felsorolja a legújabb projekteket, Mastodon például, a legújabb instance, ugye amiről beszéltünk, hogy példányoknak vagy nodoknak hívjuk azokat az egyes gépeket, ahol ez az alkalmazás fut, és akkor úgy tudunk Japánban élő valakinek a posztjára reagálni, hogy ugye az én nodom meghozza onnan azokat az adatokat, amit például annak az úriembernek a követéséhez szükséges ennek a szervernek ismerni, és akkor hát nyilván be kell regisztráljunk a saját példányunkra, csináltunk saját magunknak is egy egyszemélyes masztodont, és akkor onnan elérünk mindenkit. Ugye hát ez is a biztonság egyik formája. Fediverse Party, ezeken ugye mind megnézhetjük, itt hozzá is, itt van Funkwhale, Gnu Social, Mastodon, PeerTube, Friendica, amiket említettem, Pleroma, Pixelfed az egy baromi jó, ugye ez olyan, gyorsan akartam mondani, hogy fényképeket lehet feltölteni és megosztani egymással. És nem jut eszembe hirtelen, de biztos tudni fogjátok egyből, hogy mi az a hatalmas nagy netes cég, ami ezzel foglalkozik, és lassan képet nem lehet a netről letölteni, mert mindent letöltenek, ők maguknak is ráteszik, hogy az övék. No, tehát hogyha ezt megnézitek, ez is egy baromi jó dolog, és
egy olyan közösségi szolgáltatás, ami gyakorlatilag a zenehallgatás körül van, tehát igazából ezt erre találták ki. Szintén lehet például Mastodonon megosztani, kommentálni vele. Tehát egyre inkább elmegyünk ezeknek a közösségi szoftvereknek az irányába, ugye ez a Fediverse, és, vagy ez a Fediverse kifejezés, ez a federál és a univerzum, tehát ez az elosztott univerzum lenne igazából, vagy a federál az igazából egy ilyen, ez egy ilyen közösségit jelent. Tehát igazából egyre jobban elmegyünk ebbe az irányba, és ez is ezt sugallja, ugye barátok, család, ismerősök. Nyilván, ha csak velük akarunk valamit megosztani, akkor létrehozunk egy ilyen ID-t, megosztjuk velük, és innentől kezdve, mivel végponttól végpontig titkosított, így csak mi kommunikálunk. Nincs harmadik cég, nincs semmilyen beinjek, tehát kód, viselkedés, elemzés, nincs politikai reklám, csak mi vagyunk, mi magunk vagyunk, harmadik fél nélkül. Na most láthatjátok itt, hogy ez a szoftver nem csupán csetelésre ad lehetőséget, e-mailt tudunk küldeni, csak itt nem az lesz, hogy freemail.hu meg gmail.com, hanem az ő ID-ja lesz a címzeteknél. Viszont ugyanúgy levelezhetünk, majd ezt megnézzük. File sharing, ugye file megosztás, fórumok, boardok. Na most ez a board, ez gyakorlatilag olyan, mint egy WordPress-t képzelünk el például, tehát meg tudjuk osztani a fotóinkat, linkjeinket, tudunk beszélgetni róla, beépített komment lehetőség van rá. Channels, ugye ha publikálni akarjuk a fájlainkat, akkor ugye létrehozunk egy ilyen channelt, és automatikusan kitesszük. Ez jobbára videóknak van egyébként. Protect IPv4 Tor. Na most lehet még biztonságosabbá tenni, paranoidoknak van, ugye lehet használni ugye akkor a tornodokat a hálózathoz, Tor módjára kommunikál gyakorlatilag, és hát van itt egy ilyen experimentál, ugye a voice és video chat, egy pluginnal, ezt én nem néztem még, de hát előttünk a lehetőség, én csak a figyelmet szeretném felhívni erre a szoftverre, aztán majd megvitatjuk a tapasztalatokat természetesen. Ugye írja is, hogy létrehozni egy decentralizált, tehát egy ilyen nem központosított. Ugye ma már szinte minden cég erre törekszik, hogy megszerezze a felhasználókat, és akkor aztán lehet kutakodni a dolgaikban, és mindent egy helyen összegyűjtsön. Ugye ez az irány, ez pont ellentétes, tehát hogy minden adatod, minden fotód, mindened ott marad a te gépeden, és csak az publikus, amit te publikusként megosztasz, illetve lehet szigorítani, és csak barátokkal megosztani, vagy csak meghívott ismerősökkel csoportot létrehozni. Ezen belül majd ezt megnézzük. Ugye egy erős kriptográfiáról írnak itt a napi kommunikációban, tehát egy nagyon erős titkosítással bír szerintük. Ugye hát jó, most az, hogy az ügynökségek meg a kémkedő cégek előle most mennyire sikerül ezzel elrejteni adatot, nem egyetlen egy szoftveren fog ez múlni alapvetően, de tény és való, ha van egy biztonságos gépünk, akkor ez még hozzátehet. Ez a szoftver függetlenként ugye felhozzák a MySpace-t, a Skype-ot példának, hogy mi van akkor, ha egy cég megveszi, vagy úgy dönt, hogy bezárja, akkor bezárja és megszűnik, kész. És akkor mi van az adataiddal, fotóiddal, videóiddal, barátaiddal? Hát semmi, ment a levesbe. Tehát erre egy nagyon jó ellenpélda lehet, ha minden a gépeden van. Ugye leírják a titkosítást, mi a menete ennek a kommunikációnak, hogyan is néz ki. Ugye írják, hogy DHT-t is használhatsz erre, vagy UDP-t. Nagyon sokféle beállítás van benne. Ezt majd látni fogjátok. Úgyhogy autentikáció PGP kulcsokkal meg lehet adni, azt is lehet szigorítani. És hát a szolgáltatások, ugye, hogy chat, több felhasználós chat, fájl megosztás, fórum, ezt majd mindjárt megnézzük. Azt írják, már 2006-ban elkezdték ezt a platformot építeni. GitHubon látni, hogy folyamatos a fejlesztése. Most is vannak ugye ott megosztások. Természetesen ugye ők is áttértek már az IRC-ben a is mondom. Ugye volt ez a bizonyos IRC-s balhé, és akkor ők is átmentek a Liberára. Itt el lehet szintén őket érni. Blog, Wikipédiát azért még megkukkantjuk, mik vannak itt. Aha, ez is átköltözött.
Jó, és ha láthatjuk, hogy hát van bőséggel, azért elég szépen van dokumentálva. No, Downloads, ha már itt vagyunk. Downloadnál látjuk, hogy van Windows, ugye 64 bit, 32 bit, Qt5, portéből, ami sokaknak tetszeni fog, ugye nem mindenki szeret installálgatni. Egy időszakban én is mindig a portéből cuccokat keresgettem, kevesebb gonddal jár. És hát a frissítés az nyilván más kérdés. macOS, GNU/Linux, Alt, Android. Ugye fontos, hogy nem a Google Play áruházban van, hanem az F-Droidban, ami szintén az open source és a kedvelt ilyen nyílt forrású szoftverek egyik otthona. AppImage, egy időben ezt is nagyon szerettem töltögetni. És az összes nagyobb distro, Debian, deppackage-ek szerelmesei után apt-installal, ugye hozzá kell adni a repót, és akkor utána apt-installal lehet installálni. Na most itt van az én kedvencem, ugye, hogy még innen is van lejjebb egyébként rengeteg-rengeteg mindent találtok. FreeBSD Source is van. Na most, én innen a FlatHub-ról szeretem ezeket telepíteni, és itt már látjuk is a szoftver képét, és hát itt megadják, hogy Flatpak install, ezt ugye kimásoljuk be a konzolba, és utána a konzolból ezt lehet frissíteni is egyébként. Flatpak install, FlatHub, és akkor itt a parancs hozzá. Ha nyilván későbbiekben valaki ezt frissíteni szeretné, akkor meg ugye Flatpak minusz minusz help, és rengeteg rengeteg install, update, uninstall, info, history-ról van itt annyi minden hozzá, hogy ihaj. De hát nagyon egyszerű, ugye beírod, hogy Flatpak update, és akkor lefrissíti a Flatpak-es dolgaidat. Ugye nekem van bőven, azt mondja, mindjárt még azt megnézzük. Flatpak list. Hát ennyi van csak egyelőre. Többek között Heroic Games Launcher, meg Poveri Show, meg Dolphin emulátor, PS2 emulátor, GZ Doom, tehát azért itt vannak nagyon jó dolgok, és akkor ez tök kényelmes, tehát semmi másért nincs telepítve, csak lustaságból. No, akkor nézzük meg, hogyan is néz ez ki. Ugye az elején felajánlja, hogy hoz létre egy accountot. Ugye itt felhívnám a figyelmet arra a metódusra, hogy mivel distributed software, peer-to-peer, nincs harmadik fél. Nem véletlenül nem láttok itt olyan gombot, hogy elfelejteti el szó, mert ezt elfelejted, az el van felejtve, szevasz. Tehát akkor csinálhatsz másikat, oda lettek a haverok, minden. Nem véletlenül van az összes ilyen szoftverben lehetőség, a ToxChat, a másik ilyen nagyon jó szoftver, amit mondani akartam, ott is egyből azzal kezdem, hogy akkor export, hogy meglegyen az ID-m. Export ID-ra lehetőség van itt is. Na, megadunk egy titkos jelszót, és akkor utána mindig el tudjuk indítani. Vagy New Profile Node, ugye egy nodot vagy egy profilt létre tudunk itt is hozni. Nagyon szépen elindul. Jó. És akkor kezdőlap. Itt rögtön az elején ugye látjuk, hogy ez egy privát és biztonságos, nyílt forrású, decentralizált kommunikációt nyújtó szolgáltatás. Kimondani se rossz. És itt a lényeg, this is your retro share ID. Tehát itt van egy gomb, kimásolod, már a vágólapon van, és lehet nyomatni. Ennyi. Meg itt van, hogy nyisd meg a segítség honlapot, és akkor ha valami nem világos, akkor ugye azt tudjuk nézegetni. Itt alul látjuk, hogy elérhető, beállíthatjuk a státuszt, foglalt vagy távol, látjuk a felhasználók számát, hogy hányan vannak. Ez délelőtt volt 1,3 millió is egyébként. Na, hálózat. Ugye itt van a saját profilunk. Itt próbáltam beállítani. Mégis bejön. Beállította a képet. De jó, ez eddig nem működött normálisan nálam. Jó, és akkor ide be is írhatunk akármit. Kereshetünk a kapcsolatok között, ha olyan sok van. Ugye megadtuk az ID-nkat a barátunknak, ő is megadta valakinek, mi is hívunk még valakit. Nagyon gyorsan megy ez utána már. És hát nyilván itt megtekinthetjük a hálózatot, hogy kinek az ismerőse, honnan jött, meg van egy kulcstartónk itt. Személyek, ugye itt ugyanúgy, ahogy a kontaktban, meg egy csomó alkalmazásban, itt is tudjuk akkor nézegetni őket, hozzáadni dolgokat, körök.
Jó, hát, és hát ugye itt lehet új személyazonosságot létrehozni, vagy új kört. Nyilván csoportosítani akkor ezeket. No, az egyik szolgáltatás a társalgó szobák. Itt van egy tesztcset, amit én már létrehoztam, itt oldalt lesznek majd a felhasználók, itt van egy csevegőszoba elhagyása, vagy leiratkozás, barátok meghívásait felül, unlock new window, ugye ki lehet rakni az új ablakba, chat menü, lehet beszélgetést menteni, és itt van egy ilyen, hogy új személyazonosságot is lehet létrehozni cseteléskor, lehet keresni a szövegekben, előzményekben. Láthatjuk, hogy ez most jelenleg így néz ki, ezt be lehet állítani egyébként, tehát nem feltétlenül így kell kinézzen, vagy létrehozok még egy szobát, room, na me, azt mondom, autók, room topic, eladó, autók, publikus vagy privát, csak meghívásos alapon működik. Általában háromféle lehetőségünk is van. Itt még PGP-vel meg lehet növelni a biztonságot. Azt mondom, hogy create, és hát itt vagyunk az eladó autókban. Beköszönök. Illetve szoba elhagyása. Vagy szoba, és akkor teljesen kiléptem. Ugye itt láthatjuk, hogy továbbra is hozza, hogy itt volt egy ilyen nyilvános szoba. Jó. Gyakorlatilag, ha valaki csetelt már életében, az, ezt így azért elég könnyű kiismerni, de ha valaki még használt IRC-t vagy hasonló csevegő szoftvereket, az nagyon kényelmesen fogja magát érezni, akinek ez a kedvenc felülete, nekem is vannak ismerősen, mert mai napig IRC-t használnak, ők fognak ennek nagyon örülni. Levél. Na most láthatjuk, hogy köszönt minket a RetroShare, mindjárt egy levelet kapunk tőlük, itt van, hogy válasz, válasz mindenkinek, továbbítás, törlés, mentés másként, forrás megtekintése, tehát mint egy normál levelező rendszert, levelező szoftvert úgy lehet használni, csak itt nem a Gmail lesz a címe, hanem ugye az ID-ja. Ez főleg, hogyha már nagyobb a társaságunk és sok mindent csinálunk, akkor egy baromi jó feature. És hát ugyanúgy néz ki, mint akármilyen levelező program. Nyitunk egy újat, küldés, kapcsolatok, csatolmány, mentés, idézés, tudjuk szerkeszteni, mint egy sima levelet. Fájlok. Ugye nézhetjük a letöltéseket, keresés, barátok fájlai és az én fájlaim. Ugye itt van egy könyvtár alapból, de van temporári, amit megosztottam, ugye ez a profilképem, ha minden igaz, amit mindenki más is láthat. Mivel nézzük meg? Az is jó. És behozta ugye itt a képnézővel ezt a bizonyos képet, amit én megosztottam. Hát valószínűleg az összes többi fájlt is így lehet látni azért. Ebben olyan nagyon sokat nem tudunk nézegetni, itt van egy ilyen, hogy megosztott könyvtárak beállításai. Írja magyarul, hogy hozzáadhatsz mappákat, újakat el lehet távolítani. Itt a hozzáadás gomb. Ebben olyan nagyon bonyolult dolog, mint szerintem. Menjünk tovább, nézzük a csatornákat. Na, itt van egy test csatornám, amit létrehoztam, és látszik, hogy de szerintem ezt leiratkozással el is lehet tüntetni. Azt mondom, hogy hozzáadás, név, legyen open source videók, publikus, vagy pedig leszűkítem egy bizonyos körrel, vagy pedig annyira leszűkítem, hogy csak és kizárólag azok érik el, akik a barátlistámon vannak, ezen a nodon feliratkoztak, velem vannak kapcsolatban, és ezt nem lehet csak úgy osztogatni publikusként. Tulajdonos, itt is létrehozunk egy személyazonosságot, vagy marad az alap. Jó, és akkor még egy description-t lehetett volna hozzáadni. Ugye látjuk, létrejön ez, azt mondom, hogy posztolok egyet ebben a topikban, ebben a csatornában. Add new post. Ja, rossz helyen vagyok. Na, itt lehet posztolni. Ugye, tehát létrehoztuk ezt az open source videókat, add new post. Akkor látjuk, hogy előnézeti kép, ugye lehet arányokat beállítani. Hát, mint hogyha posztolnánk egy akármilyen más videó megosztó szolgáltatásban, ugyanúgy van formázási lehetőség, és el is távolíthatjuk az összes formázást, ha valami nem lett jó.
igazából ebben semmi bonyolult nincs, mellékletek, üzenetek, és aztán egy poszt gomb megnyomásával ugye közzé tehetjük ezt a videót, és akkor ami itt szerepel, ugye azt láthatják a többiek, illetve természetesen népszerű csatornáknál ugye láthatjuk, hogy mások is mire vannak feliratkozva, mit néznek mások. Ugye láthatjuk, hogy az activity egyből elkezd jelezni, hogyha valami dolog történt a közösségben, hozzá, hogy itt van egy új történés, lenyitjuk, hát nincs csatorna leírása. Jó, és akkor hát ezt, el is küldhetjük ezt az értesítést. Fórum, nem nagyon kell magyarázni, ha valaki már fórumozott életében. Ugye itt a fórumot elolvashatjuk. Ez nem annyira hagyományos fórumra hasonlít, hanem inkább egyfajta topik. Gyakorlatilag létrehozunk egy valamiről egy topikot, és abban tudunk beszélgetni, egyfajta levelező listára hasonlít talán leginkább, hogyha valaki használt ilyesmit régebben. Tehát most azt mondom, hozzunk létre egy új fórumot, maradjunk az autóknál, publikus, itt már egyből moderátorokat tudunk hozzáadni, ez a chatnél is él egyébként, ott is tudunk ugyanígy moderátorokat kijelölni később, és ide beírjuk, hogy használt autók. Jó, és akkor létrehozás. Ugye itt van hozzászólási engedélyek is. Létrehozás, és az autókban nyitunk egy új szálat. Cím, de látjuk, hogy melléklet, smiley-t, fotót hozzá tudunk adni. Cím, mit szóltok ehhez? Milyen autó van? És poszt. És hogyha valaki rákattint, akkor itt már lehet olvasgatni, és következőt olvasom ezzel a gombbal, vagy pedig erre válaszolni. Milyen autón van? Hozzáírjuk, nagyon. Nagyon szép. És akkor ennyi a fórumozás. Tehát ez leginkább ilyen levlistákra hasonlít talán. Egyszerű. De lehet offline üzemmódban is, nyilván is akkor később szinkronizálódik. Ugye itt egy jobb gombbal lehet ezeket szerkezgetni. Utasd a szerzőt, ugye, hogyha megvan adva a retro share hivatkozás másolása, illetve itt, hogyha rámegyünk erre a magára a fórum témára, akkor itt lehet beállítani, hogy 5 napig éljen az egész, vagy végtelenségig, vagy csak 1 évig, illetve meddig tároljuk. Ugye attól függ, hogy mennyi fórumot olvasunk, mennyire érdekel az adott téma, mi van benne. Ugye hát saját gépen tároljuk, ha van helyünk, kutyát nem érdekli. Board. Na ez most leginkább olyasmi, mint a WordPress például helyi gépen. Ugye létrehozhatunk egy új boardot, legyen ez a, mi legyen, szintén maradjunk az autóknál. Tulajdonos, és azt mondom, hogy ide jöhetnek. Jó, és akkor létrehozzuk ezt a boardot. Most egy ilyen board, rákattintunk, autók, akkor itt vannak a posztok, tehát ide lehet blogolni, képet megosztani, itt is van ugyanúgy hozzászólási rendszer, illetve hát rendezhetjük új, vagy a legnépszerűbb között, vagy pedig ugye van még ez a bizonyos ott, ugye, ami nagyon megy, akkor azt a témát nézhetjük. Illetve itt is van egy ilyen, hogy új személyazonosság létrehozása. Na, csináljunk egy új posztot. Autók. Használt. Hoppá. Használt. Lada. Mit szóltok ehhez? Jó, most nem tettem be a képet, vagy tegyünk, vágyjunk hozzá valamilyen képet, hogy lássuk ezzel együtt, hogy mégis hogy fog kinézni. Persze, osszuk meg az eredeti képet is, így van. Hivatkozása is. Ja, az nincs még, de itt a hivatkozás, megjött a hivatkozása a képnek. Jó, poszt. És ha ezt lenyitjuk, ugye itt láthatjuk a tartalmát. Hát, nagyjából ennyi, igazából nem bonyolult. Itt le is tudunk iratkozni ezekről. Természetesen, és akkor csak ez marad itt nekünk. Ó, meg is nyitja a képet. Ja, itt van a komment.
ide rányomunk, hogy comment, és akkor lehet hozzászólni. Compose a new comment. Lehet is már szerkeszteni. Jó, és minden egyes activity-nél látjuk, hogy ugye hozta az értesítéseket, hogy mi történik a közösségben, milyen új mozgás van. És van még hátra egy tulajdonságfülünk, ahol rengeteg-rengeteg mindent be lehet állítani, tanúsítványtól elkezdve. Hálózaton most nem kattintanék rá, mert ugye egyből kírja az IP-met, de ott is rengeteg beállítás van, lehetőség. Ha tűzfal mögött vagyunk, arra is van külön lehetőség. Itt lehet beállítani a tornodok használatát, még biztonságosabbá tenni az egészet. Ugye hálózati beállítás akkor lényeges, hogyha valami nem működik normálisan, de érdemes átnézni azt is például. És hát minden egyes szolgáltatást külön-külön be lehet lőni és személyre szabni, ami azért nem kis dolog. Ugye most ezeken az opciókon, mindegyiken végigmenni, hát itt láthatjuk, hogy chatet meg lehet így csinálni, hogy ilyen buborékos lesz például, vagy retro share marad, vagy kompakt, és akkor itt van color. Tehát ugye ezeken mind villogó fül, meg privát beszélgetés, előzmények, meddig, hol menti. Ugye a chatben is külön lehet moderátorokat létrehozni, meg akkor külön szobákat. Na, itt van a mappa, hogy hol találjuk a mappát, és ebben vannak a különféle fájlok. Itt a downloads mappánk, ahova letölti a dolgainkat, és az a, tehát a home könyvtárban a felhasználói mappán belül van egy pont retro share, és ugye az az a mappa, de hát ezt mind-mind át lehet írni, és láthatjuk, hogy a részleges könyvtár meg itt van, ugye. Igazából ezek magától értetődnek, átvitelbeállítás, hogyha ezt azért korlátozni akarjuk. Trust friend notes with banned files. Közvetlen elérés, az se gyenge. Megbízható barát kitiltott fájlokkal. Jó, minden egyes csatorna új fülön megnyílik, fórumok például. Hangulat, jelek megjelenítése, azt mondja, ez külön erőforrást igényel. Beágyazott képek megjelenítése, az mindjárt egy kicsit szebb. Ja, meg betűtípus. Borc, az is külön megnyitás. Értesítések, miről küldjön. Értesítő pluginek. Ugye itt volt ez a bizonyos audio meg videó plugin, ami hát erősen kísérleti jellegű még. Gombok, hang, jogosultságuk, ugye ez akkor lényeges, ha nagyon sokan vagyunk, és moderátorokat is akarunk hozzáadni, meg egyéb lehetőségeket ezzel kezdeni. És hát a névjegy, hogy anyas verziót használjuk. Ebben nagyon semmi nincs igazából. Hát ennyi lett volna ez a kis videó. Remélem tetszett nektek ez a szoftver. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Remélem, hogy ennek a szoftvernek nem marad abba a fejlesztése, és azért folyamatosan kerülnek majd újabb és újabb feature-ök bele. Ha megnéztétek a videót és tetszett, akkor én nagyon szépen megköszönöm a lájkokat és a megosztásokat. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornánkra, és természetesen mindenkit nagy szeretettel látunk a közösségi oldalunkon és a chat oldalunkon. És hát persze még ne adtunk meg senkit, ha valaki attól tart, hogy esetleg ő nagyon kezdő ebben a Linuxos open source világban, vagy attól fél, hogy majd jól kiröhögik, és akkor mi lesz vele, azért ez nem szokott itt előfordulni, természetesen a kezdőket is várjuk majdnem szeretettel. Hát én köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!